Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Déri Nép Kulturális Központban, és hamarosan kezdődik az Elektronikai Hulladékhasznosító Központ lakossági fóruma. Varga Zoltán műszaki igazgatóval beszélgetünk, itt mögöttünk láthatók a képeken már, hogy mi minden történt a területen, de mondjuk el nézőinknek, hogy hol is tart most ez a beruházás. Köszöntöm a nézőinket. A beruházásunk abban a fázisában tart, hogy a épületünk kész van, műszaki átadása ezekben a pillanatokban folyik, és a birtokba vételt az körülbelül egy 2 héten belül meg tudjuk tenni. Teljes mértékben elkészül a üzemcsarnokunk, a tűzjelző berendezés meg egyéb dolgok már átvételre kerültek. A technológia telepítése a 44. héttől kezdődik el, amikor a nagy gépet elkezdik Németországba leszállítani. Ez egy 3-4 hónapos telepítési folyamat, amíg összeszerelik a német kollégák a technológiát, úgyhogy a hűtőgépes feldolgozási vonal az körülbelül március eleje, február végével indul egy próba, és április végével meleg üzemben indulunk. A kézi szerelés, mint második divízióként, az célirányosan október közepe, október végétől fog beindulni, amikortól már konkrétan dolgozókat fogunk fölvenni. Ez függvény a többi kisebb gép beszerzésének, anyagmozgatógépektől kezdve a kézi szerszámokon keresztül szerelő asztalokon. Aztán, hogy vissza fogunk erre térni, de már ez is egy jó hír, hogy már tudunk konkrétabb dolgokat mondani. Akkor jó munkát kívánunk önöknek, és hát azt hiszem, hogy ez a gép összeszerelés, ez egy látványos dolog lesz, úgyhogy azt mindenképpen végig fogjuk kísérni nézőink számára is. Nyugodtan várjuk önöket. Köszönjük szépen!